Több ezeren tüntettek a rendszer ellen szombaton azon a Minszki téren, ahol hétfőn a belorusz rohamrendőrség lelőtt egy ellenzéki tüntetőt. A tiltakozók Alekszandr Lukasenka elnök lemondását követelték. A tömeg virágokat helyezett a földre, ahol Alekszandr Tarajkovszki holtan esett össze. Lehetetlen ezt tovább fenntartani. A hatalom olyan emberek kezében van, akiknek ehhez nincs joguk, a nép nem adott nekik felhatalmazást. Ez már régóta így volt, de a félelem egyben tartotta a rendszert. Mára viszont a félelem elszállt, mondja ez a tüntető. A hétfői tragédia körülményei nem tisztázottak még. A hatóságok szerint a rendőrséget fenyegető férfi kezében egy robbanó szerkezet volt, amely véletlenül felrobbant. Az amatőr felvételek tanúsága szerint azonban feltett, üres kézzel közeledett, amikor szemből egy fegyveres rohamrendőr mellbe lőtte. Élettársa szerint egyértelműen a rendőrök lőtték le. Semmi sincs a kezében. Aztán eldördül egy lövés, rálőnek. Oda kap a mellkasához. Véres. És összeesik. A 34 éves áldozat a kormányellenes véres tiltakozások jelképe lett. Az egy hete tartott elnökválasztást a hivatalos adatok szerint az elnök nyerte, az ellenzék azonban választási csalást emleget. Alekszandr Lukasenka közölte, az orosz elnöktől garanciát kapott a rend helyreállítására.